A Whistler hegységben voltunk a sípályáknál. Eldöntöttem, hogy vállalom az ugratót. Elértem az ugratót, de nagyon gyorsan mentem. Túl gyorsan. Annyira, hogy elértem a havat, alig kaptam levegőt. Közben lefelé jövet, leszúrtam a botomat, ami visszarántotta a bal vállamat, így elszakadt az izmom. Az úgynevezett rotátor köpenyem és minden. Nagyon fájt. A röntgen megmutatta, hogy a rotátor köpeny egy része sérült. Ez mindennél jobban frusztrált. Azért voltam kiakadva, mert nem tudtam megtenni azokat a dolgokat, amire korábban képes voltam. 3 hónap telt el a baleset után. A feleségemmel mindig nézzük a 700-as klub adását, és Gordon ekkor pont imádkozott valakiért, akinek válsérülése volt. Pontosan a következő szavakat mondta. Valaki, aki hallotta a válsérüléses gyógyulást, most azt kéri, bárcsak bal vállért imádkoznánk. Az imája meghallgattatott. A bal válla most meggyógyul. Amit korábban nem tudott megtenni, most majd megtudja. Ahogy mozgatja a vállát, észreveszi, hogy a fájdalom eltűnik. Isten helyre tudja állítani, mert ő képes mindenféle szakadást helyreállítani. Amikor azt mondta, hogy az Úr meggyógyít, én kimondtam, hogy átveszem a gyógyulást Jézus nevében. Ezután kezdtek el történni a dolgok. Másnap, amikor felébredtem, már egy kicsit jobb volt. Fel tudtam emelni egy kicsit jobban a karom. Minden nap észleltem a javulást, ahogy csináltam a dolgokat. Észrevettem, hogy már fel tudom teljesen emelni a karom. Magasra emeltem a kezeimet, úgy áldottam az Urat dicséret közben. Aztán azt gondoltam, ha ezt meg tudom tenni, dobozokat is fel tudok emelni, dolgokat áthelyezni, akkor meggyógyultam. Az, hogy Isten szakított időt arra, hogy megérintsen és meggyógyítsa a vállamat, hihetetlen és csodálatos dolog a számomra. Törődik velünk. Isten törődik velünk.